nagyon cuki, tehát már kezdi megszokni. Kezdi megszokni, igaz? És milyen nevet adsz neki? Csoki golyó. Csoki golyó? De miért csoki golyó? Hát, azért, mert hát vannak rajta ilyen foltocskák, olyan kis kedvesnek. A Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézményben egy különleges terápiás állatsimogató jött létre. A Nyíregyházi Állatpark szakmai irányításával és felajánlásával 40 állat érkezik az iskolába. Az a cél vezette a tagintézmény igazgatóját, hogy a gyermekeket a digitális világból visszahívja a természetbe. Az eredetileg biológia szakos tanár szívügyének tekinti az élményalapú oktatást és az állatterápiát. Jelenleg terápiás jellegű állatok vannak inkább, amiket a gyerekek közelébe tudunk engedni, tehát ezek a kecske és a juhfélék, és ugye madarak, galambok, kacagógerle, pávagalamb, és hát ugye baromfi házi állatok is, mindenféle fajta és féle változatban, úgyhogy ezek nyulak, és a tengeri malacok, és a többi az majd, ahogy a melegebb időszakban fognak érkezni. Intelligens és elgondolkodtató válaszokat adtak a Szabó Lőrinc általános iskola Sóstóhegyi tanulói, amikor az állatsimogató kapcsán kérdeztük őket. Nekem a csirkék tetszenek, nagyon a baromfik. Én külön gazda szeretnék lenni, nagyon örültem, amikor idejöttek a csirkék, meg a baromfik. Rengeteget tanulhatok itt róluk, és úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is jó, hogy megtanulják azt, hogy milyen farmon élni, milyen gazdaságban, milyen állatok között élni. És úgy gondolom, hogy nagyon jó benyomást tesz a viselkedésükre is, hogy az állatok itt vannak, köztük lenni jó érzés. Ökoiskola program keretében az állatsimogató mellett az iskolakert tanösvénnyel, üvegházzal, levendula és illóolajkerttel is bővül majd. A hivatalos megnyitóra tavasszal kerül sor.